Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Olyan jó, hogy együtt vallhatjuk, hogy te gondviselő jó atyánk vagy, aki kirendeled mindazt, amire szükségünk van, testileg és lelkileg egyaránt. Gondunkat viseled, és ezért tudhatjuk, hogy nem a véletlen vagy a vaksors irányítja az életünket, hanem a te atyai gondviselésed. Ez megszabadíthat bennünket az aggodalmaskodástól, a babonák sötétségéből, de erőssé és hálássá tehet minden körülmények között. Urunk, hiszünk a te gondviselésedben, azzal tudjuk leginkább kifejezni, hogy imádkozunk, ahogy most is tesszük. Kérünk, hogy továbbra is te légy velünk, te rendeld ki most az ígét, ami táplálja a mi lelkünket, add, hogy megértsük a te üzenetedet, azt a szívünkbe zárjuk, és egész héten vagy egész életen át magunkkal vihessük. Így kérünk, Szent Lélek Isten, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 12. részéből, annak is az első 12 versét a következőképpen. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett Jézus, de először csak a tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani. És amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, aki azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom nektek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az ember fia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. Mert a szent lélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanatok kell. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, azt kell, hogy mondjam, ez egy félelmetes igeszakasz. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy féljetek, talán fel se tűnt soha, hogy ilyen is van. És belegondolunk abba, hogy miért is, meg hogyan is, akkor megértjük, hogy valójában miért nem kell valójában félnünk, de csak akkor, ha az Úr Jézus Krisztuséi vagyunk, ha az övé az életünk, ha átadtuk neki a szívünket, akkor nincs félnivalók. Mert hogy azzal kezdődik ez az ige szakasz, hogy olyan sokan gyűlnek most már Jézus köré, hogy majd letapossák egymást. Amikor valamilyen katasztrófa bekövetkezik, ahol sokan vannak együtt, ott szokott előfordulni az, hogy menekülés közben az emberek nem figyelnek egymásra, mindenki a saját irháját menti, és egyszerűen összetaposnak akár más embereket is. Itt most más a helyzet. Itt nem menekülnek, hanem oda mennek Jézushoz, minél többen szeretnék hallani. És ez egy tök jó dolog, azt gondolom. Jó dolog az, amikor ott van az emberek szívében a vágy, hogy Jézust hallgassák. És fel is teszi neked rögtön az ige az első kérdést. Vágysz arra, hogy Jézust hallgass? Vágysz arra, hogy ő róla tanulj? Vágysz arra, hogy közösségbe legyél vele? Ott vannak ezek az emberek, de Jézus először csak a tanítványokhoz szól, és óva inti őket a képmutatástól. Mert hogy az, amit itt leír, az mindannyiunk számára figyelmeztetés. Nincs olyan rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, és olyan titok, amely le ne lepleződnék.
Hogy is van ez? Azt mondja, hogy amit a sötétségben mondotok, azt a világosságban fogják hallani, és azt, amit fülbe súgva, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Hát hogy képzeljük ezt el? Nagyon egyszerű. Amikor készítesz egy felvételt a telefonoddal, és kiteszed a netre, azt gondolva, hogy úgyse fogja senki látni, na, az biztos, hogy látni fogják. Sőt, valaki majd lement, és te hiába letörölted, nem tudod eltüntetni azt, ami az internetre felkerült. Ami egyszer kiment, azt soha többi vissza nem tudod vonni az internetről. Ezt főleg most a felsősöknek mondom, hogy vigyázzatok. Lehet, hogy poénosnak tűnik felvenni a másikat, és lehet, hogy csak egy messenger csoportba küldöd át, ami már a 18. messenger csoport, amit létrehoztál, hogy a szüleid meg a tanáraid ne tudjanak róla, de tud róla a mindenható Isten. És aztán egyszer valaki véletlenül beleli, és már is ott vannak a bizonyítékok, és csak le kell mentenie. És hiába akarod visszaszívni, már nem tudod. És ha valaki rossz akarod, újra, meg újra, meg újra, meg újra, ki tudja hányszor feltöltheti az internetre, mert a birtokában van. És amiről azt gondoltad, hogy jó poén volt, az később ellened fog szólni. És amit sötétségbe felvettél, a világosba nézegetik. És amit fülbe súgva, csak abban a titkos kis csoportkának küldtél el, vagy a barátunk, az kimegy a nagy nyilvánosság elé. Vigyázzatok, hogyan használj. És ez ugyanúgy igazán a szavainkra is. Amikor az Úr Jézus erre felhívja a figyelmünket, akkor azt mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Miért nem árthatnak utána? Ha megölik a testet, miért nem árthatnak többé? Ki tudja? No, tessék. Mert a lélek Istenhez megy, így van, viszont a testnek többé, hogyha már meghalt, akkor semmi nem számít. Az már csak test, csak por. A port visszaadjuk a pornak. Mit mond, kitől féljenek? Aki azon kívül, hogy a testet is megölheti, arra is van hatalma, hogy a lelket egész pontosan a gehennára vessen. Ez a gehenna, ez egy olyan hely volt Jeruzsálem mellett, ami tulajdonképpen a szeméttelep volt. És a szemetet még nem úgy volt, hogy jött a BMH, mire húk, ez non-profit KFT, megállt a kukásautó, beleöntötték a szemetet és elvitte. Nem, akkoriban még úgy működött, hogy ki a szemetét kihordta oda a szemétdombra, ahol meggyújtották egész egyszerűen. Állandóan égett a tűz és büdös volt. Így képzelték el egy kicsit a poklot, ezért származik innen ez a kép, hogy Gehenna ez a szeméttelep volt. Na most, amire utal Jézus, hogy a sátán, a gonosz az, amelyik képes úgy elveszíteni, hogy az ember elkárhozik. És azt mondja, hogy tőle kell félni. Mi? Hogyan? Hogyan féljünk tőle? Miért féljünk tőle? Mert ott egy olyan végeredmény jöhet, amin már nem lehet változtatni. Az az igazság, hogy itt a földi életben dől el az, hogy hol fogod tölteni az örökké valóságot. A Szentírás szerint vagy a mennyekországába, vagy a pokolba. De a döntést neked kell meghozni, hogy hallgatsz-e az Úr Jézus Krisztusra, vagy nem. És ettől függ az, hogy hol töltöd majd az örök életet. Boldog az, aki már Jézus mellett tudott dönteni, mert tudhatja, hogy örök életem van. Nem csak belépőm van a mennyek országába, hanem polgárjogom van ott, és már bizonyos tekintetben annak a hatalmával élhetek itt a földön. Ezért valójában nem kell félni. Azért nem, mert ezt mondja, 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. 5 verét 2 fillérért. Igazából a tarifáját csak azért nem tudjuk pontosan, mert csak szólok, a házi verét védett állat. Eszmei értéke tudomásom szerint 25.000 forint per példány. Én nagyon megbántam azt, amikor suhanckoromban lövöldöztem légpuskával a verebekre. Mai napig is bánom. Hiba volt. De még azokat is számon tartja Isten. Hát akkor mennyivel inkább titeket kicsinyítünk? Még a hajunk szála is számon van tartva. Nekem ez eszembe szokott jutni fésülködés közben. Aztán ha marad a fésülve, akkor csak azt tudom mondani, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, mennyi maradt, azt is, hogy mennyi ment el. Még a hajunk szálát is számon tartja. Ha ez így van, hogy a te hajszálaidat, szempilláidat is lehetne sorolni, mi mindent számon tart az Isten, akkor mennyivel inkább
azokat a veszélyeket, amik érhetnének, de megóv tőle. Amikor valamilyen balesettől, valamilyen olyan helyzettől, amiben elképzelhető, hogy nagyobba is lehetne, elég, ha arra gondolunk, hogyha kimegyünk a kertbe, ki ne verje a szemünket egy gaj. Elég, ha arra gondolunk, beülünk a kocsiba, és megcsúszik a szembejövő. Lehetne ezer is egy példát mondani. Ki tudja, mi mindentől ment meg minket az Isten. Mert szeret. Mert azt szeretné, hogy az ő gondviselését észrevegyük az életünkbe. És arra hívja Jézus itt a tanítványokat, hogy merjenek bizonyságot tenni róla. Ne úgy legyen, hogy a templomba, meg az iskolába, hogy beszélünk Istenről, meg hitről és egyebekről, aztán otthon, amikor a haverok rákérdeznek, akkor át én ezt nem is gondolom komolyan. Előbb-utóbb dönteni kell, és előttük is fel kell vállalni. Igen, én hívő ember vagyok. Igen, az én szívemnek a királya Jézus Krisztus. Még akkor is, hogyha esetleg ezért hátratételek lesznek, mert hogy a kereszténység mind a mai napig a legüldözöttebb vallás a világon. Már kezdettől fogva, már itt is elmondja Jézus, hogy majd hatóságok elé visznek titeket, meg zsinagógákba, meg mindenféle rosszat mondanak rólatok. De aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az Isten angyalai előtt. Ez egy olyan ígéret, amiben szabad belekapaszkodni. Ha van hited, mert megvallani, ha oda kerül a sor. Nem azt mondja, hogy egyfolytában folyamatosan mindenkit neked kell megtéríteni. Lehet, hogy igen. Nem tudom, mire hívott el téged. De hogy merj vallást tenni a hitedről, arra mindannyiunkat. Ezért hát ne féljetek. Ne féljetek vallást tenni, ne féljetek Istenben bízni, mert ő számon tart bennünket, még a hajunk szálait is. Aki az övé, annak nem kell félnie. Aki még nem az övé, az pedig jobb, hogyha elkezd félni, de Isten félelemmel, és keresi az Úr Jézus Krisztust. Mert ő azt mondja, ha teljes szívetekből kerestek engem, megengedem, hogy megtaláljatok. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyán, köszönjük, hogy nem kell félnünk tőled, hanem szabad félnünk téged. Köszönjük, hogy nem kell félnünk és rettegnünk a mindennapoktól, hiszen te azt ígérted, amikor a keresztséget szerezted, hogy akik megkeresztelnek, azzal az Úr Jézus Krisztus vele van minden napon a világ végezetéig. Urunk, te számon tartod a hajszálainkat is, pláne, hogy a gondolatainkat, az érzéseinket, a különböző nehézségeket és problémákat, amik nyomasztanak vagy aggasztanak, de az örömöket és a sikereket is, amikért neked vagyunk hálások. Urunk, van úgy, hogy nem sikerül valami, elrontunk valamit, kérünk, te bocsásd meg azokat a dolgokat. Nem úgy tettünk, mint ahogy azt te szeretted volna, amikor bűnt követtünk el. Kérünk, hogy az Úr Jézus Krisztus által most tisztára bennünket. Köszönjük, amikor sikerült megvalósítani a te ígédet, és aszerint járhattunk, aszerint dönthettünk. Kérünk továbbra is, te vezess minket azon az úton, amely a keskeny út, amely a helyes út, amelynek a vége Isten állat van. Adj erőt a mindennapi feladatok elvégzéséhez. Segíts minket, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Áld meg, kérünk, azt is, amikor iskolában, munkahelyen vagyunk, vagy éppen amikor otthon vagyunk. Szeretnénk mindenben a te kedvedben járni. Köszönjük Istenünk, hogy megóvtál bennünket annyi sok bajtól, sérüléstől, testileg, lelkileg egyaránt. Kérünk továbbra is, te vigyázz mindannyiunkra, te vigyázz szeretteinkre, családtagjainkra, közel és távol lévőkre. Ha jónak tetszik te előtted, adj gyógyulást a betegeknek, akik ezt kérik tőled. Kérünk, hogy te vigasztald meg a gyászolókat, a szomorkodókat. Te add, hogy ez a háború véget érjen minél előbb, és minket minél kevésbé érintsen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.